Sziasztok, a Pluhállacők, a viszkis pajtásotok, és egy csodálatos helyről üdvözöllek benneteket, Olaszországból, Gubbióból, és onnan is, a Gubbiónak gyakorlatilag a tetejéről, fönt a hegyről, ahol található Gubbió városának a védőszentje, Szent Ubaldo bazilikája. Gyakorlatilag e fölött van ez a kis csúcs, és szeretném megmutatni nektek, hogy milyen csodálatos kis látkép van innen föntről a hegy tetejéről. Egy nagyon komoly, ilyen kecskejárta hegyi ösvényen sikerült egyébként ide feljutnunk. Elég izzadós volt, hozzá kell tegyem, de nagyon megértem, mert ilyen csodálatos látványban volt részünk, és így élvezhetünk gyakorlatilag az utat fölfelé. Különleges a helyszín, és nagyon különleges, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nagyon ritkán megtalálható viszkit szeretnék számotokra bemutatni, nem könnyű hozzájutni. Nekem is egy Belgiumban élő kedves cimborámnak köszönhető, hogy hozzájutottam ehhez az Oktomorhoz. Mit lehet erről a viszkiről tudni, azon kívül, hogy nem könnyű hozzájutni? Ez az Oktomor 9.2-es Dialogos. A börösölédi lepárlónak a terméke, amit egyébként 1881-ben a Harvey testvérek alapítottak, három fiatal úriember, 21-31-32 évesek. Úgy sikerült nekik ez a fiatal korban ez a lepárló megalapítása, hogy gyakorlatilag ez már egy whisky lepárló dinasztia. Glasgow-ban már 1770 óta van két lepárlójuk, és így gyakorlatilag egy családi finanszírozásban nyitották meg a lepárlót. Elég kalandos útjuk volt, szintén leégett, újra nyitották, újraépítették, ugye ez Isla szigeti lepárló, és ugye a különlegesség egyébként ennek a lepárlónak még, hogy ezt eleve lepárlónak építették. Tehát Isla szigeten is nagyon sok olyan lepárló van, ami egy gazdasági épületből alakítottak át, ez eleve annak épült, hogy különleges maga az épület is, úgyhogy a fotókon majd lehet látni, hogy tényleg arra lehet kitalálni, hogy lehet a leghatékonyabban, a legjobb minőségben jó viszkit készíteni. És egyébként, hogy rá is van írva el viszkire, amellett, hogy egy nagyon különleges csomagolása van, ugye egy progresszív, hebridai lepárló. Szóval tényleg nagyon különleges az, ahogy készítik a viszkit. Egy rendkívül vintage, egy korabeli, az 1800-as évek technológiát idézi vissza, hogy készítik a viszkit. Tehát mindent ugyanúgy csinálnak, mint akár 100-150 évvel ezelőtt. Gyakorlatilag nem használnak számítógépet, szóbeli kommunikáció, COVID alatt csodálatos, szóbeli kommunikáció alatt folyik a párlatok készítése. Itt a kamerarendszert is csak valami titkos művelet folytán került be, mert hogy összehasonlították itt a lepárlónak a technológiáját, és valami iráni vegyi fegyvernek a mintáját vérték az amerikaiak felfedezték, hogy bekamerázták. De semmilyen technológia egyébként nem található a lepárlóba. Ez csak ilyen érdekesség volt. Szóval mit lehet erről a viszkiről tudni? Ugye mit jelent az a szó, hogy Dialogos? Ugye az volt a terve, a célja ennek a lepárlónak, hogy kommunikációt indítson meg egy új generációs, vagy egy ilyen megújult gondolkodásmódú viszki készítésével kapcsolatban, ahol a fának nagyon jelentős hatása van a viszkik kialakulására. Itt pedig az a különleges ebben, hogy ez egy fiatal viszkinek tűnik, mert ugye 5 éves. Ugye 4 évig van ex-bourbon töltve hordókba, és az utolsó 1 évet nagyon különleges francia, French oak, vörös, édesvörös boros hordóban tölti. Ami még egyébként érdekesség ennek az italnak, hogy 58,2%-os az alkoholfoka, tehát hordó erős. Ami nekem egyébként az elején én nagyon erősnek tartottam, mondjuk a whisky pályafutásom elején, és úgy éreztem, hogy ez nem az én érdeklési körömhöz tartozik, de ahogy teltek a hónapok, rájöttem, hogy a hordóerős tételek az egyik kedvenc tételeim, mert azok a legkomplexebbek, ugye azokat nem higítják föl 40-43 vagy 46 fokra. Nagyon szép egyébként az üvege is, teljesen különleges. Nekem egyébként, megmondom őszintén, nagyon bejön. Egyszer egy Julius Meines pandorfi kóstolás sikerült megkóstolni egy októbert, és akkor döntöttem el, hogy ha lehetőségem lesz jó áron, akkor hozzá fogok. Akkor meg fogom szerezni, és meg is tettem, és nagyon jól tettem. Egyébként megvan belőle a 10.2-es, úgyhogy a következő videóban egy 10.2-es kóstolást fogtok majd látni. Na nézzük meg, hogy milyen ez a whisky.
Ha megnézitek a színét, hihetetlen gyönyörű. Én nekem meggyőződésem, hogy ez az édesvörös boros hordó, ez a gyönyörű színhez hozzájárult. Sikerült egy darázsnak belecsöppenni a kis viszkinbe, úgyhogy ezt fogjuk, itt pipattintjuk belőle. Azaz. És most megvan áldva, helyi olasz darázssal. Szóval, a színe. Ami nagyon fontos, hogy ez annyira vintage, az egész technológia, hogy véletlenül sem színezik a viszkit. Tehát amit látsz, ez valóban az eredeti színe. Szóval meggyőződésem egyébként, hogy ezekkel a nagyon különleges, édes, boros hordókkal való kísérletezés egy nagyon jó irány. Tehát ezt a tőzegességet olyan jól lefinomítja, és ezzel a 156-os ppm-en nagyon magas füstértékkel olyan szépen szinkronba hozza, hogy egy csodálatos ízvilágot tudunk megtapasztalni. Na, szaglásszuk meg, hogy milyen. Azért az alkoholt érez, mikor így beleszippant az ember. Egy nagyon persze, természetesen a füstösséget, ezt a peated hangulat abszolút megvan. És mellette nagyon jól érezni ezt a vörösboros hangulatot. Ilyen kis bogyós, gyümölcsös illatok. Nagyon kellemes, szívesen szagolgatja az ember. Szerintem ez nagyon finom lesz. Na, ne álljunk bele. Nagyon jól lehet érezni, hogy az elején ez a lágy füst, tehát annak kérdően 156 a ppm, nem érzed, hogy orba ver. Tehát én ittam már azért olyan tételeket, ahol a füst nagyon agresszíven van jelen, azokat megmondom őszintén, nem kedvelem annyira. De ez a vöröshoros, ez a francia bordói vörösboros hordó, ez nagyon szépen lelágyítja. Lágy füst, édesség, mély komplexitással, abszolút átjönnek a bogyós gyümölcsök. A középíznél megjelenik egy kis borsosság, fűszeresség, de nem túl agresszívem. A lecsengése, szintén egy lágy füst. Nekem meleg, melegséggel telinek tűnik. Na, álljunk rá még egyet. Úgy elkezd, csodálatos. Aki teheti, egyébként ez a tétel, ez elsősorban ilyen repterekre szánt modell, és ott indult el a forgalmazása, de hál' Istennek már azért jó néhány webshopban elérhető. Állítok, 12 000 palackot készítettek belőle, úgyhogy szerintem, ha valaki nagyon meg akarja kóstolni, akkor hozzá tud jutni. Egészségetekre, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok föl. Kellemes viszkizés nektek is. Sziasztok, és üdvözlök még egyszer Gubbióból, erről a csodálatos tájról. Hello!